hát ez milyen jól kiszúrták. Marina Durunda következik. A hatodik helyen jutott ide. Ebbe a szerenkénti fináléba, és ugye labdával az ötödik helyen végzett, karikával pedig a hatodik volt. Hogy lassú zenét választanak, általában dinamikusat szoktak. Már csak a szerj jellemzőjéből kifolyólag. Aszimmetrikus dobás volt. Egyszerre dobta fel a két buzogányt egy kézből, de a buzogány különféle módon repült. Az egyik magasabbra, a másik meg alacsonyabban. Nagyon szép kis lesz. Szépen elkapta itt a lábával a végén. Igen. Ez is jellemző, hogy a végén örülnek és puszit adnak a szerre. Hogy láttad, mennyire érdemelte meg most ez a szer? Hát ilyen magas lábújon járnak. Teljes mértékben megérdemelte a szer. Nagyon baponásak egyébként a lányok általában, tehát ha valami jól sikerül, és akkor azt a következő versenyen biztos, hogy ugyanúgy csinálják. Biztos, hogy van mindenkinek kabalája, legyezője, kis törölközője, aminek minden versenyen ott kell lenni. Meg a szereket is nagyon szeretik. Hát mi van akkor, hogyha más színű szer kell, akkor... Hát akkor más színű szerre dolgoznak, de akkor annak kell szerencsét hozni. Egyébként visszatérve a pótszerre, régen az volt, hogy mindenki hozta a saját szerét, és letehette a szőnyeg szélére egy helyre. De most ezt megszüntették, és most három szer van kitéve a szőnyeg három különböző részén. Ami azért néha veszélyes, mert hogyha másfajta, mint amilyennel ő dolgozik, akkor az megzavarhatja gyakorlat közben. Ugye ez nagyon érdekes, hogy kimegy a szer, akkor pont levonás elért a buzogány esetében, viszont kettőről van szó. Ugye most ha az egyik kirepülne, fölkaphatná a másikat, de nem egyforma, tehát maximum tudod ezzel az első helyen.